A Magyarországi Teológus Nők Ökumenikus Egyesülete rendhagyó sorozatot indított január 26-án a Párbeszédházában Profétaság itt és most címmel. Az előadás sorozatnak az ötlete az onnét jött, hogy mi egy teológus nő egyesület vagyunk, akik közül azért sokan nem kapnak teret a saját területükön. És az volt a mi kérdésünk, hogy hogy tudjuk mi a hangunkat nőként hallatni a társadalomban, hogy tudjuk mi nőként hallatni a hangunkat az egyházainkban, a vallási közösségeinkben, mert nőként nagyon is nem egyszerű. Holott igazából pont ez a női érzékenység egyébként, ami talán éppen a proféta érzékenységhez közel álló valami, az empátia, a nyitott szív, ami észrevesz jobban olyan társadalmi problémákat, amiket mi meg tudunk nevezni, tematizálni tudunk, és aztán valahogy tenni is ellene. Itt először azzal, hogy beszélünk róla, gondolkodunk róla, és formáljuk az emberek tudatát, akik erről velünk együtt gondolkodnak. A szervezők arra a kérdésre keresik a választ, hogy lehet-e ma helye Magyarországon a prófétaságnak, mi is valójában a teológia társadalmi felelőssége. Szükség van-e a prófétaságra itt és most? Az előadás sorozattal azt szeretnék elérni, hogy az emberek a hallottak alapján párbeszédbe kerüljenek egymással. Próbálunk itt egy teret teremteni a dialógusnak. Annak a dialógusnak, ami megpróbál szólítani többféle vallást, lesznek zsidó előadóink, többféle felekezetet, lesznek katolikus előadóink, evangélikus előadóink. Lesznek filozófusok, lesznek vallástudósok, tehát egy kicsit interdisziplináris módon nyúlunk a kérdéshez. Beszélünk róla, és igyekszünk aztán a hallgatóinkkal egyfajta közösséget teremteni, hogy őket is ebbe bevonjuk, hogy hogy tudnánk erről a társadalmi igazságosság kérdéséről közösen gondolkodni. Ami nagyon izgalmas, hogy a hallgatóink között a visszajelzések szerint lesznek humánus emberek is, tehát akik nem vallásos háttérből jönnek, de én hiszek abban, hogy van egy közös nyelv, van egy közös kapocs, hiszen ezek a problémák mindannyiunkat érintenek, és igazából, hogyha hatékonyak akarunk lenni, akkor meg kell találni egymás között azt a párbeszédet, amikor együtt lépünk fel valamit elérni, éppen az igazságosságot, hogy a professzor is mondta, és aztán alakulhat ez a társadalom. Az első előadást professzor dr. Kurt Appel, európai hírű filozófus és teológus tartotta, az ünnep és a prófétaság címmel. Ennek során az ünnep és a profécia kapcsolatáról beszélt bibliai történetek elemzésével. Dazu gleich einmal ein Satz. Ich denke, dass für den Menschen der Bibel das Fest der Sinn des Lebens war. Das ist im Zentrum, das ist das Wichtigste. Rögtön egy olyan definícióval, egy olyan mondattal kezdeném, hogy az ünnep a Biblia emberének a központi helyet foglalt el. Az élet értelmét jelentette. In Deuteronomium heißt sogar ganz ausdrücklich, die Israeliten und auch die Fremden unter ihnen, sie sollen vor Gott fröhlich sein, wenn sie die Feste feiern. A Számok könyvében olvashatjuk a Deuteronomiumban, hogy az izraelitáknak és az idegen népeknek is ünnepelve vidáman kell Isten elé lépni. Und auch das sei vorweggenommen, ich werde das dann versuchen näher auszuführen, Propheten sind nicht zuletzt die Personen, die die Gabe haben zu unterscheiden, was trennt uns von einem wirklichen Fest und was führt uns zu einem wirklichen Fest hin. A profétáknak nem csak arra kell figyelniük, hogy mi az, ami elválaszt, mi az, ami akadályoz bennünket az ünneplésben, hanem mi az, amivel közelebb kerülhetünk az ünnephez. Wenn man sich die allererste Perikope, den allerersten Abschnitt anschaut, die Schöpfung der Welt in sieben Tagen, dann wird man sehen, dass hier das zentrale Thema bereits das Fest ist. Ha csak az első szakaszt, az első perikópát nézzük, a teremtés első hét napját, akkor már is láthatjuk, hogy a központi helyet ebben az ünnep foglalja el. Damit könnte eigentlich die Sache zu Ende sein. És itt véget is érhetne a történet. Aber es kommt der siebente Tag. Und der siebente Tag ist eigentlich die Transzendenz, die festliche Überhöhung der Schöpfung. De ezután jön a hetedik nap. A transzendencia igazából az ünnepi magasságokba emelkedés, az emelés ennek az egész teremtés történetnek. Az ünnepnap. An dem Gott selber feiert. Amelyik napon Isten maga is ünnepel. Jetzt kann man sich die Frage stellen, was wird eigentlich an diesem siebenten Tag gefeiert? Und hier gibt die zweite Geschichte der Bibel, denke ich, eine ganz wichtige Antwort. Der Mensch befindet sich
In dem Paradiesesgarten, hogy az ember, aki a paradicsomban él és létezik, tartózkodik. In der Mitte ist der Baum des Lebens, amelynek a középén a tudás fája áll, az élet fája áll. Der wie eine Sonne ausstrahlt, wie die göttliche Sonne ausstrahlt über alle anderen Bäume. Amely mint egy isteni napsugárként az összes többi fára is világít és rásüt. Zu erinnern ist, dass der Garten auch immer Ort des Festes war, also war nicht einfach hier ein Ort, wo man nur Gemüse angebaut hat oder Fußball gespielt hat. Amely arra emlékezett, hogy ez az ünnepnek a kertje, ahol nem csak egyszerűen veteményes van, vagy gyümölcsöket termesztenek. Und jetzt gibt's genau in diesem Garten einen ganz eigenartigen Baum. Ahol van egy egészen különleges, egyedülálló fa. Nämlich den Baum der Erkenntnis. Az Erkenntnis a tudás fája. A felismerés, a megismerésnek a fája. Es ist, wenn man die Bibel genau liest, nicht ganz klar, ist dieser Baum im Zentrum oder ist er ganz außerhalb. Das ist offen gehalten. Ha figyelmesen olvassuk a Szentírást, akkor nem is igazán derül ki, hogy ez a kert a paradicsom közepén van, vagy valahol egy félreeső helyen. Es ist fast ein wenig wie der siebente Tag. Der siebente Tag ist auf der einen Seite ganz im Zentrum der anderen Tage, auf der anderen Seite ist er so eine Art Transzendenz, eine Art Überschuss. Olyan ez is, mint a hetedik nap, amely egyrészt ugye a középpontja a teremtés történetnek, de mégis mint egy ráadásként, mint egy a transzcendens megjelenéseként jelenik meg. Und gerade von diesem Baum der Erkenntnis darf der Mensch nicht essen. Warum? Éppen ebből a fából nem ehet az ember a felismerés, a tudás fájából. Ich glaube, da gibt es eine ganz einfache Antwort. Dieser Baum ist der Baum, der verhindert, dass der Mensch sich selber allmächtig setzen kann, dass er einen totalitären Blick bekommt. Egyszerű válasz lehetne az, hogy ez az a fa, amely az embert megakadályozza abban, hogy teljhatalmú legyen, hogy mindenhatóvá váljon. Wir haben hier eine ganz strenge Opposition. Das Fest hängt immer zusammen mit Alterität, mit Offenheit. Azt látjuk ebben, hogy az ünnep az mindig a totalitárius, a totalizmussal függ össze, vagy azzal egyenértik, a mindenhatósággal. Diese Offenheit bedeutet immer auch Verletzbarkeit. És ez a nyitottság az egyben sérülékenységet is jelent. Man könnte sagen, eine wirkliche Erkenntnis bedeutet biblisch Sensibilität, Berührbarkeit, Verletzbarkeit. Tehát a valódi tudás megszerzése a szenzibilitás, az érzékiesítést, az érzékenységesítést jelent, és egyben sérülékenységet is jelent. Wenn jetzt der Mensch diesen Baum der Erkenntnis besetzt, dann macht er sich selber unverletzbar, er will sich allmächtig machen. Amint az ember eszik ennek a fának a gyümölcséből, akkor sérthetetlenné mindenhatóvá teszi magát. In diesem Sinne ist eigentlich der Tod, der dann die als Konsequenz angegeben wird, fast eine Art tragisches Geschenk Gottes. Es ist der letzte Versuch, den Menschen von seiner Allmacht Fantasie zu trennen. Ilyen értelemben a halál az, amit tulajdonképpen Isten ajándéka azért, hogy az ember ne tehesse magát mindenhatóvá, sérthetetlenné. Das heißt, am siebenten Tag, was eigentlich gefeiert wird, das ist die Verletzbarkeit, die Offenheit, die Sensibilität, die Berührbarkeit der Schöpfung. Hát igazából a hetedik nap, amit ünneplünk, az pontosan ez az érzékenyítés, ez az sérülékenység, ez a nyitottság. Mint mondta, kétféle ünnep létezik. A Káinról elnevezett káinista, melynek során a saját hatalmunkat ünnepeljük meg, s van a hetedik nap szellemében ünneplés, ennél megérinthetőségünket, érzékenységünket, nyitottságunkat ünnepeljük. Isten neve mindig is összekapcsolódott az örömmel, az ünneppel, de fontos, hogy az ünneplés ne legyen öncélú. In der Bibel ist das Fest das ganz zentrale Thema. Der Sinn des Lebens des biblischen Menschen ist das Fest. A Biblia szerint az ünnep az élet értelme, az ünnep az élet célja. És így lehet összekötni ezt a két dolgot egymással. Ja, und in der Bibel hängt das Fest immer zusammen mit Gerechtigkeit, mit Offenheit. Und Offenheit bedeutet auch immer Verletzbarkeit. Und die Propheten sind eigentlich diejenigen, die
schauen, ob hier ein Fest wirklich gefeiert werden kann oder ob es ein falsches Fest ist, ein erschlichenes Fest, ein unehrliches Fest. A Bibliában az ünnep az igazságossággal függ össze mindig. A profétáknál az az érdekes, hogy ők erre figyelnek, és nagyon érdekes megfigyelni, hogy mikor beszélhetünk valós ünnepről és nem valós ünnepről. Ahol megjelenik az igazságosság, a nyitottság, a megsebezhetőség kategóriája, ott ténylegesen beszélhetünk arról, hogy valós ünnep, ahol ez nincs, ott egy valótlan ünnepről van szó. És a proféták erre mindig felhívták a figyelmet. Ein unechtes Fest ist, wo der Mensch selber seine eigene Macht und seine eigene Herrlichkeit feiert. Ein ehrliches Fest ist, wo die Offenheit des Lebens, wo neue Begegnungen gefeiert werden, wo man sich öffnet für die Gäste, für den anderen und damit auch verletzbar wird. Egy nem valós ünnep, amikor az ember a saját maga hatalmát gyakorolja, ezt akarja másokra irányítani, abszolutizálni. Egy valós ünnep pedig, amikor az ember megnyílik a többiek felé, minden vendég felé. Tehát egyfajta nyitottság, egyfajta érzékenység, amiben megjelenik az a megsebezhetőség is. Hiszen, hogyha valaki megnyitja önmagát, akkor sebezhetővé is teszi önmagát. De ez a lényege az ünnepnek. Említette a nem valódi ünnepeket. Korunkban úgy tűnik, hogy vannak nem valódi proféták is. Ezt hogy lehet kiszűrni? Also sie fragt, du hast erwähnt, es gibt nicht wahre Feste, aber zurzeit gibt es auch nicht wahre Propheten. Wie kann man sie entdecken? Was ist eine wahre Prophetie und was ist eine falsche Prophetie? Eigentlich ist es so, dass durch die Taufe jeder Mensch Prophet werden kann und weil er mit dem Heiligen Geist ausgestattet ist und auch außerhalb des Christentums gibt es den Geist. Das heißt, Propheten gibt es überall. Ich denke, die wahren Propheten erkennt man daran, dass sie uns öffnen und sensibel machen für die Verletzbarkeit und die Schönheit des Lebens. A keresztség minden ember számára megadja a profétaságnak a lehetőségét. Ezért mindenképpen beszélhetünk arról, hogy a kereszténységen belül jelen van a profétaság, és ameddig van kereszténység, addig van profétaság is. De ezt ne sajátítsuk ki önmagunknak, mert profétaság van a kereszténységen kívül is, más vallásokban is, illetve a nem vallásos emberek között is. A lényege mindig az, hogy az ember meg tudja magát nyitni, sebezhetővé, érzékenyé tudja magát tenni mások számára. In der Bibel war der erste Prophet Abel und wenn man das übersetzt, heißt Abel so viel wie Windhauch, der Überflüssige, der Schwache. Abel hat nie ein Wort gesprochen, aber seine Verletzlichkeit ist eigentlich schon seine Prophetie. A Bibliában az első proféta, talán meglepő, de Abel volt, akinek a neve a héberből redeztetve azt jelenti, hogy gyenge, azt jelenti, hogy sebezhető. És ő tulajdonképpen a sebezhetőségén keresztül vált prófétává. Egy szót sem szól a Bibliában, és mégis a saját létén keresztül prófétává válik. Ich glaube, heute gibt es ganz viele Propheten, die im Verborgenen oft wirken. Für mich ein bekannter Prophet ist der jetzige Papst, gerade weil uns er immer wieder versucht, die Augen zu öffnen für das schwache, verletzbare Leben, für die anderen, weil für ihn Barmherzigkeit ganz im Zentrum steht. Und Barmherzigkeit heißt immer, dass ich sensibel bin für den anderen. Ő úgy gondolja, hogy a mai világ tele van titokban, rejtekben működő profétákkal, de ettől függetlenül van köztük néhány, aki tényleg lehet is látni, és közülük az egyik legfontosabb Ferenc pápa, aki pontosan az irgalmasságot emeli ki a tanításában. És az irgalmasság, ez nem más, mint a szegényekhez, a gyengékhez és az elesettekhez való odafordulásnak a nyitottsága, az érzékenység, a képesség, és ilyen módon ő mindenképpen profétának tekinthető.